Szép estét kívánok, kedves nézők, hölgyeim és uraim! Köszöntök mindenkit a képernyők előtt, tartsanak velünk! Ma megfordítjuk egy picit a hadrendet a hagyományoshoz képest. Először elmondom önöknek, miről ír a Szarvas és Vidéke önkormányzati hetilap február 5-i száma, és utána pedig bejelentkezik nálunk Rohonyi Urbancsok Zsuzsanna, bocsánat, futó nagykövetünk, aki nyilvánvalóan a várható Bolza kör fejleményeiről, előkészületeiről nyilatkozik, majd telefonon tájékoztat minket. Most azonban akkor jöjjön a lapszemle. 36. évfolyam, 5. szám, 2021. február 5. A Szarvas és Vidéke önkormányzati hetilap címoldalán először egy nagyon frappáns összefoglaló: 1,5 milliárd forintból fejlesztik a szarvasi gyógyfürdőt, 1,5 milliárd forint hazai forrásból fejlesztik a szarvasi Szent Klára gyógyfürdőt, a beruházás várható 1,5 év múlva kezdődik, adta ki ezt a tájékoztatót a múlt heti online sajtótájékoztató apropóján a Magyar Távirati Iroda. És már is mondom hozzá, hogy akit ez az összefoglaló még nem elégítene ki, az már is lapozzon a Szarvas és Vidéke 9. oldalára, ahol a bővebben a Szent Klára gyógyfürdő fejlesztési koncepciójáról című tanulmányértékű írást találja. Ebből egyebek közt megtudhatja a Szent Klára gyógyfürdő forgalmi adatait 2020-19-18-17-16-ig visszamenőleg. Például érdekesség, 2016-ban 42.705 volt a látogatók száma, 2019-ben a járvány előtti esztendőben pedig 43.727. Hát ez az ismert okoknál fogva, bocsánat, ezek a gyógyászati látogatottságok voltak, tehát ez visszament tavaly, a gyógyászati forgalom évi 25.817 főre, nézzük akkor a fürdőforgalmát, tehát a 16-os esztendőben 32.356-on csobbantak meg a Szent Klára vizében, és a zárás előtti, járványveszély előtti esztendőben pedig már 39.460-an. Tavaly sajnálatos módon ugye a sok-sok szünet következtében lement 20.080 főre, de hát ez érthető. Aztán itt a Szarvas és Vidéke címoldalán olvashatunk még útügyekről. Mondhatjuk, hogy állandó levelezésben, munkakapcsolatban, napi munkakapcsolatban áll Babák Mihály polgármester dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkárral és Cserkuti Andrással, a Magyar Közút Non-Profit ZRT Békés megyei igazgatóságának igazgatójával. Hát természetesen itt az M44-es lehajtó felhajtójától kezdve a 443-as és más fontos közlekedési útvonalak rendbetétele szerepel állandó jelleggel napi renden, aztán még komép munkákról is találunk összefoglalót. A második oldalon a megszokott helyen közszolgálati telefonkönyv, sürgősségi orvosi ügyelettel, gyógyszertári ügyeletekkel és egyebekkel. Ha már itt tartunk, akkor elmondom, hogy holnap február 5-én a Szirony Patika, 6-án a Pingvin Patika, és aztán 7-én és 8-tól 11-ig szintén a Pingvin Patika az ügyeletet gyógyszertár szarvason. Nézzük a harmadik oldalt. Elkészült az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezete. Egy frappáns kis eszét írt ezzel kapcsolatban dr. Melis János címzetes főjegyző. Az idei költségvetés fő összege bevétel és kiadási oldalon 4.033.798.000 forint, és ezt kell beosztani a
városnak az egész éves viszonylatban. Szintén a harmadik oldalon találjuk a házasság hete anyakönyvvezetőink szemével, mert hogy ez a hét a házasság hete, melynek világmozgalmához hazánk 2008-ban csatlakozott. Ennek apropóján számolnak be az anyakönyvvezetőink arról, hogy örvendetes módon városunkban is növekszik a házasságkötések száma. Nagyon biztató az írás indulása és kezdő gondolatsora. Mi 2017-ben 82 pár döntött úgy, hogy hivatalosan és egybe kelnek, addig az elmúlt évben 103 házasságkötés történt. Ilyen és hasonló érdekességeket olvashatnak ebben az írásban. Aztán jön az állandó hírfolyam a negyedik oldalon. Egy rövidített felhívás arról, hogy a sokszor emlegetett egyenleg küldésig ne fizessenek, mert mint az ismeretes január 15-i postázással a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinál és Vagyonkezelő ZRT fizetési felszólító levelet küldött a szarvas ingatlanok tulajdonosai és bérlői ingatlan használói részére. Babák Mihály polgármester panasz levelére érkeztek válaszok. Egy a lényeg, hogy azt kérik az érintett bérlőktől és tulajdonosoktól, mint ügyfelektől, hogy a levél megérkezésig, már mint az egyenleg közlő levél megérkezésig hulladék kezeléssel kapcsolatban a kiküldött felszólító leveleket hagyják figyelmen kívül. Részletek itt a negyedik oldalon. Ahogy a tegnap esti beszélgetésben is hallhatták, panasz érkezett a napokban a Malomzugi Dicsi Puszta csatorna iszapkotrására vonatkozóan. Nagyon biztató, kiderül ebből a rövid hírből, hogy 2021 első negyedévében a javítás megtörténik. Magyarán a kihordott zagyot a sással együtt eltüntetik a lakosság által használt útról. Olvashatunk aztán itt a Városi Könyvtár első félévi feladatairól, erről szintén hallhattak a tegnap esti beszélgetésben. Csatlakozás a Polgármesterek Éghajlat és Energia Politikai Szövetségéhez és a Mezei Őrszolgálat támogatásáról is találnak információt. Olvasni jó könyvajánló a Városi Könyvtár újonnan beszerzett könyveiből, visszatért ez a közkedvelt rovat. Ismeretterjesztő irodalomban, gyermekirodalomban és szépirodalomban is bőséges az ajánlat. Többek között szépirodalomban ajánlják a könyvtárosok a Naptól Keletre című munkát, gyermekirodalomban a Mumus és a Facebook című kötetet, aztán az ismeretterjesztő irodalom kínálat és gazdag többek között az utolsó királynő, 70 év küzdelem a monarchiáért című köteteket és más könyveket is ajánlanak. Tájékoztató bentlakásos intézmények COVID-19 védőoltásáról a szarvasi intézményekben, mi történik a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulás Szociális és Gyermekjóléti Intézményében, erről Varga Margit tájékoztat, az Ótemplomi Szeretett Szolgálat vezetője Lázár Zsolt, az Ótemplomi Szeretett Szolgálat ellátottjairól, valamint Balázs Anikó, az ápolási otthon vezetője is nyilatkozik itt. Aztán láthatunk egy nagyon biztató látványterv részletet a hatodik oldalon. Ilyen lesz a Szarvasi FC 1905 új lelátója a sporttelepen. Jócskán nyertek a szarvasi vállalkozók a cím annak az összefoglalónak, amely arról szól, hogy a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében 2014-2020 című helyi fejlesztési stratégia keretében sok-sok szarvasi projekt kapott támogatást. A részletek itt a lap 6. oldalán. Aztán jön a népszerű riasztás rovat balesetekkel, bűnösetekkel, tűzesetekkel, 18-20 éves ukrán embercsempészeket tartóztatott le a bíróság,
kigyulladt a zsír, baleset Kunszentmártonnál, lábon akarta hazahozni, és letartóztatta a bíróság a fizetés nélkül távozó vendéget. Közérdekű figyelemfelhívás. A tegnap esti beszélgetésben említette a polgármester úr a közfoglalkoztatással kapcsolatos változásokat, mert hogy 2011-től, ugye január 2011. január 1-től megszűnt annak idején a közmunkaprogram, melyet a közfoglalkoztatás rendszere váltott fel, és immár 10 éve működik. Ennek következtében előállt az a helyzet, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama számításának jelenleg hatályos szabályai szerint a folytonosnak tekinthető közfoglalkoztatási jogviszonyok időtartama elérheti a 10 évet. További részletek, tehát itt a lap 8. oldalán. Egy kis hírfolyam szintén a 8. módosult a település szerkezeti terv és helyi építési szabályzat. Erről is hallhattak tegnap este és egy héttel ezelőtt is. Már említettem a Szent Klára fejlesztési koncepcióját, ugorjunk tovább a 10. oldalra. Fontos közterületi hírek, január 18-22-e vonatkozásában, amelyekből kiderül, hogy a közterület felügyelők igen becsülettel látják el munkájukat, mind a város kül- és belterületén. Milyen volt a kultúra hete a Benkában? Erről a 11. oldalon találunk a szervezők tollából egy színes tudósítást. Többlettámogatások várhatók a Szarvasi Önkormányzati Kasszába. A múlt hét folyamán hallhattak arról a kedves nézők, hogy a helyi termékek piacára, a háziorvosi rendelők fejlesztésére, családsegítő központra, a napelemekre, polgármesteri hivatal és Lengyelpalota a napelem fejlesztésére, valamint a termálfejlesztés második ütemére milyen többlettámogatásokhoz jut, várhatóan a város önkormányzata. Egy tanulságos írás, a kihívás a könyvtárban, összefoglaló a Szarvasi Városi Könyvtár levelező könyvtárhasználati versenyéről. Nagyon izgalmas ez a játék, érdemes elolvasni, hogy mi történt az eddigiekben. A 13. oldalon jön az évfordulók rovat és a horoszkóp rejtelmek, aztán menjünk tovább. Pályázati hirdetmény piaci alapú bérlakás bérbeadására. A Dr. Melik János utcában hirdetnek egy önkormányzati bérlakást, valamint a Bolzapár sétányon. A részletek a pályázatról itt a 14. oldalon, illetve a pályázat részletei itt olvashatók. És egy nagyon fontos közszolgálati felhívás a méhészek irányában. Tisztelt méhészek, a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségének megelőzéséről és leküzdéséről szóló vonatkozó FVM rendelet második paragrafusa értelmében a méhészkedést, méhtartást minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig a tevékenység megkezdésétől számított 8 napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. A bejelentéshez szolgáló adatlap letölthető Szarvasváros honlapjáról, vagy személyesen kérhető a polgármesteri hivatalban, 5540 Szarvas Béke utca 1 portáján. A kitöltött bejelentőlap beadásának módja személyesen a polgármesteri hivatalban, a portán, vagy postai úton Szarvasváros címzetes főjegyzőjéhez címezve 5540 Szarvas Szabadságút 36, vagy pedig elektronikus úton a hatóság@szarvas.eu e-mail címre a tárgyban a méh bejelentés megjelölésével. Tegnap este szintén hallhattak arról, hogy bőséges az állásajánlata, kínálat. Nézzük, hogy milyen profilokra várnak jelentkezőket, milyen állásokra. Adminisztrációs ügyintézés,
általános irodai adminisztrátor, általános karbantartó, ápoló, segédápoló, betanított varrónő, gépkezelő, cukrász, cukrászdai eladó, csomagoló, csomagológépkezelő, dohányárudai eladó, egyéb takarító és kisegítő, egyszerű ipari foglalkozású, éjjeli őr, telepőr, éjszakai árukiadó, elektromos hálózatszerelő, élelmiszer, italgyártó, gépkezelő, építőipari segédmunkás, épületgondnok, esztergályos, faipari gyári munkás, fejű, felhajtós, felhajtós, gépszerelő, lakatos, háztartási takarító, kisegítő, húsfeldolgozó, húskészítménygyártó, intézményi takarító, kisegítő, jogi munkatárs, kézicsomagoló, kőműves, konyhai kisegítő, mezőgazdasági asszisztens, műszaki bolt, értékesítő, műszaki menedzser, pék, pincér, szabó, varró, szakács, szarvasmarha gondozó, szerkezet, lakatos, vagyonőr és testőr állásokra várnak jelentkezőket Szarvason és Szarvas térségében, Kondoroson, Hunyán, Békésszentandráson, ha jól látom. Nézzük a 15. oldalt, kezdődnek a sportidények, sportszezonok, így jelentkezik a Sportinfo rovat. Itt a kézilabdában a felkészülés megkezdéséről olvashatnak Nyári Mihály tollából, és a labdarúgásról, mert hogy az első felkészülési meccsen döntetlent játszott a Szarvasi FC csapata Szentesen a közelmúltban. És egy nagyon fontos és kellemes téma, szintén a 15-en koralvirágvásár zajlik az Arborétumban, és a szabadidő hasznos szórakoztató eltöltése sem maradt ki, amennyiben a 16. oldalra lapoznak, itt találják a Motoros Túra című keresztrejtvényt, és a heti humor rovatban néhány jó viccet, a receptip rovatban pedig az orosz almás lepény receptjét találják. Kedves nézők, ez volt a Szarvas és vidék legfrissebb színálmának kínálata. Most jön egy kis technikai szünet, és utána várjuk Rohonyi Urbancsok Zsuzsanna bejelentkezését. Itt vagyunk a folytatásban, kedves nézők, hogy megtapasztalhatták, eddig tartott előzőekben a lapszemle. Most pedig egy közérdekű információ azzal kapcsolatban, hogy bővül a lapunk terjesztési ponthálózata, nevezetesen Szarvason, az Állomás utcán, az úgynevezett Bartolák féle vaskereskedésben, illetve kereskedésben is kapható, tehát az Állomás utcai kereskedésben. A másik nagyon fontos pont pedig Szarvason a Turinform iroda, itt hétről hétre, tehát ingyenesen megkaphatják. Most pedig, hogyha minden igaz, akkor Rácz Árpád kollégám kapcsolja Rohonyi Urbancsok Zsuzsanna futó nagykövetet. Halló, halló! Halló, halló! Jó napot kívánok, szevasztok! Szervusz, üdvözöllek! Én na, is mi újság van a mindenkit. Bolzakörrel és egyebekkel, Zsuzsanna? Hát ugye a februári téli bolzakört a sajnos el kellett halasszuk, és ezt már most nem tudjuk télen megrendezni, mert hát, hogy már vége a télnek. Ez bizony így van. De csak elhalasztottuk, tehát nem töröltük a versenyt. A nevezési felület is még élő, és meg fogjuk rendezni terveink szerint decemberben. Értem. Nagyon-nagyon beálmodtuk, vagy megálmodtuk, hogy milyen szép lesz ott az Arborétumban egy Mikulás futás. Hát ez egy szép álom. Most, igen, úgyhogy most eltettük egy Mikulás futás időpontra, és nagyon-nagyon reménykedünk, hogy április 25-én már meg tudjuk csinálni, akkor már a tavaszi bolzakör. A tavaszi. Szintén az Arborétumban lesz? Igen, igen, igen. Ugyanúgy a Bolza Mariett sétányon, ugyanazok a távok, a gyerektáv az ugye egy kör, a 2,5 kilométer, és akkor 2 kör, illetve 4 kör. Igen. Tehát 5 meg 10 Már meg is nyitottad a
felületet, tehát Igen. lehet rá jelentkezni Igen, minden tovább meg van menni. nyitva. Igen, ugyanott a Polásport felületén megvan, és mondom, él a téli felület is, tehát nem akartuk a téli felületet törölni. Igen. Mindenképpen, hát nagyon reméljük, hogy már ez a térbe bele fog férni, viszont meg kell csináljunk egy őszit is, Igen. mert ugye tavaly csak a nyár volt, Így van. úgyhogy összesűrűsödnek a dolgok, hogyha a szabályok engedik, akkor nagyon belelendülünk a futásba. Igen. És akkor meg lesz ez a hagyományos futófesztivál is a tervek szerint, hogyha Igen. Ott már lehetséges. Viktorral, Krivik Viktorral is már egyeztettünk, a mobilitási hét hetére tesszük, és akkor ez most szeptember 19-e, ennek is, hát szerintem hamarosan nyitjuk a felületét, a Igen. nevezési felületét. Az időmérőkkel már egyeztettünk, ezt az időpont már a mobilitási hét miatt most, hogy mennyire fogjuk tudni, de Viktor van olyan ügyes, hogy bele fogja tudni a mobilitási Meg vagyok róla hétbe. győződve. Igen, Igen. igen. És amikor, tehát ez lezajlik tervek szerint, ha minden igaz, ez a futófesztivál, akkor a naptár szerint akkor következik majd az év végén a téli borzakör. Igen, és akkor mondom még oda, a Körös körül utára még egy Ja, őszi hogy ott jön a borzakör. plusz őszi, Igen. értem. Plusz őszi, tehát azért lesz egy Igen. kicsit sűrű, mert tavaly csak a nyári tudtuk megcsinálni. Igen. Ebben az évben három borzakört tervezünk, akkor így, Igen. tavasz, ősz, tél, plusz Igen. a Körös körül, plusz ott van az augusztus 20-a, a Ja, trianoni az emléktusa. bizony, ezt ne felejtsük el, mert abból egy szép hagyomány kerekedik. Igen. Igen. Hát bízunk benne, Úgyhogy. és tavaly is nagyon nagy sikere volt. A verseny kapcsán rengeteg, nem csak versenyző, de családtag is kilátogatott a Magyarország közepére. Igen. És nagyon szépen megcsináltátok, nagyon klassz lett Hát még tényleg. az elején vagyunk a munkálatoknak, most már várjuk tényleg a zárlat végén, hogy érdemben a néhány javításra szoruló stációhoz és a baróti, főleg a baróti székely kapunak a zsindajezéséhez hozzá tudjunk látni jó időben. Mindenképpen, és hát van még egy-két igazítani való természetesen. Meg hát a magunk profiljában mi is várunk két jeles eseményt. Ha a helyzet engedi, akkor az idén május 8-án lenne az emlékhelyek napja egyrészt, és Igen. rá bő egy hónapra természetesen a trianoni megemlékezés a Igen. nemzeti összetartozás Az napján. összetartozás. Igen, Igen. igen. Van-e még valami Mi nagyon. újság a futással kapcsolatban fontos? Hát minden szervezővel, mert ugye ez három szervező csapatot is érint, ugye a Körös körült, Körös a Viktorral és a város szervezésében, a Trianon azt a Szuse, dr. Darida András Igen. segítségével az úszással összekapcsolva, illetve dr. Hanyec Katalin az Arborétum és Bécsei Mónival, tehát mind a három csapattal leültünk már, és körvonalaztuk a Igen. feladatokat, és akkor nagyon dolgozunk rajta. Andrással is már beszéltünk a Trianon miatt, ott is szeretnénk még egy kicsit újítani, Igen. mert próbáljuk a helyszínekből kihozni még, amit a helyszínek felkínálnak. Hát Ugye azok még olyan, pedig kínálnak, jócskán. igen, és olyan gyönyörű szép mind a három helyszín, mind a vízi színház, arborétum, ez a körösparti rész, hogy Igen. még azért mindegyikbe teszünk egy kis csavart, Na, hogy hát akkor mondjam így. izgalommal várjuk. Igen. Köszönöm szépen, hogy Én mindezt nagyon szépen elmondtad, és köszönöm. akkor nagyon-nagyon jó egészséget mindenkinek, a Igen. felkészüléshez jó időket, és bízunk a Nagyon. tényleges Hát nyitásban, majd előbb-utóbb bekövetkezik igen. ez is. Mi nagyon szépen köszönöm. És akkor mondom, a Tavaszi Bolza felülete már nyitva van, úgyhogy oda már várjuk is a regisztrációkat a Nagyszerű, Tavaszi akkor ezt Bolzának. bárki megteheti. Igen, bárki. Minden jót, Én Zsolna! minden jót. Köszönöm szépen, köszönöm. Viszontlátásra. Kedves nézők, Szevasztok. akkor ez volt Rohonnyi Urbancsok Zsuzsanna futó nagykövetünk bejelentkezése. Én ezzel mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, nagyon szép, nyugodt, csendes, baráti hétvégét továbbiakban, és mindenki vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra, megadott szabályok szerint éljük a ugyancsak beszűkült kis életünket, és tegyünk arról, hogy azért a lehetőségeken belül ez
csöppet se legyen napról napra unalmas. A Szóban Forgóval pedig a szokott időben hétfőn jelentkezünk. Minden jót a hétfői viszontlátásig!